Ami kurva jó, az kurva jó. Nem tudom, kár ezt így bővebben kommentálni, meg kár ebbe beleprojektálni bármit. Hát ez egyszerűen tényleg ez az élet igenlés, tök mindegy, lementünk a papba, kijöttünk a papból, jól érezzük magunkat, egyszerűen jó, és nyilván ettől tudja mindenki elfogadni őket, és szeretni őket, mert nem kell tényleg semmilyen ideológiai háttér ehhez, hogy ezt értsd, ez egy nagyon-nagyon könnyen érthető zene. De ami érdekes, amiről beszéltünk itt a zene alatt, egyrészt, hogy milyen arcátlan fiatalok, tehát ilyen 20 éves hülye gyerekek, és közben amit csinálnak, az pedig nagyon-nagyon érettel jó, és nagyon sok, érdekes módon sok egyéb ilyen angol formáció van, tehát én az Arctic Monkeys-t hoztam föl, akik szintén 17 éves ilyen patanásos kis hülye gyerekekként kezdték, és a zene meg annyira kiforrott, hogy ezt már megdöbbensz, hogy ezek az iskolás hülye gyerekek csinálják, és hogy ez, hogy mitől van az, hogy Nagy-Britannia ennyi ilyen iszonyatosan jó zenészt szül. Tehát, hogy ez mik azok az együttállások, amik ezt eredményezik. Hogy van az, hogyha egy zene, vagy egy szám, vagy mondjuk egy lemez, mondjuk inkább úgy, hogy egy egész lemez, az így tényleg kurva jó, akkor az szinte biztosan Angliából jött. Hogy van az? Hogy van az, hogy egy projekt, amilyen tényleg kurva jó, akkor az szinte biztos, hogy olyan szaros 40 milliós szigetről jött. Ez nem lehet véletlen. Tehát ott azt a nyelvi kulturális közeget, azt megszállta valamilyen szellem, ami egyszerűen így dobálja, így hányja ki magából ezeket a zseniális projekteket. És még amire azt mondod, hogy így nem angol, hanem mondjuk ír, mint a YouTube, vagy mondjuk olyat említesz, mint a... vegyük a YouTube alapul, ott is, abból is kettő angol. Tehát a négyből kettő angol, és hát ugye... Brittek. Igen. És az a szám, amit meg most fogtok hallani, az én kedvencem a messze. Messze a kedvencem a Madness-től, és ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon imádnivaló, nagyon-nagyon pacifista, és ilyen halálosan... Most itt amellett, hogy halálosan vidám, még ráadásul halálosan boldog és halálosan bölcs is. Ez a dolog, ami történik. Az It Must Be Love. Nekem ez a himnuszom, hogyha Madness-ről van szó.